Negyedik Boldog Károly, az utolsó osztrák császár és utolsó magyar király. 1877-ben született Berzenbai városában. Két évig volt osztrák császár és magyar király. Lemondatása után pár évvel újra hatalomra próbál szépni, de ez nem sikerült neki. Anyja, Mária Józefa nagyon vallásos volt, és ezt fiára átadta. Károly egész életében nagyon vallásos volt, hála anyja szigorú vallásos nevelésének. Apja az életvidám Otto Ferenc volt, akitől Károly valószínűleg örökölte a vidámságát. Nagyon szociális volt, ajándékait mindig szétosztotta a gyerekeknek, nem egyszer pedig munkát vállalt azért, hogy fizetését szegény gyerekeknek adja. Na de vissza a tanításhoz. Anyja ezt is nagyon szigorúan vette, nagyon fiatalon megtanult angolul, magyarul, franciául és csehül. Tanulás szigorú órarendhez volt kötve. Koránkelés, kb. 6 és fél óra tanulás, reggeli, szabadidő, uzsonna, majdnem tanulás. Nyelvek mellett sport és zene is volt az órarendjében. Később kevesebbet tanult, mert gyenge fizikuma miatt többet kellett a szabadban legyen. A gimnázium első 4 osztályát nyilvános iskolában végezte el. Tanárai és osztálytársai szerették, mert nem volt lekezelő, szorgalmas és szociális volt. 18 évesen elvégezte a katonai képzés társaihoz hasonló módon. Ezután parancsra a Prágai Német Egyetemen tanult tovább. 1906-ban azonban apja Otto főherceg meghalt. Feleségével, Zitával 1909-ben ismerkedett meg rendesen. Ők ketten Zita bátyján keresztül ismerkedtek meg, aki Károly egyik barátja volt. Károly 1911. júniusában jegyezte el Zitát. Károly apja halála után kapott csak figyelmet. 1906-ban. Kis szerencse is kellett neki a trónra lépéshez. A trónörökös Rudolf 1889-ben meghalt. Ferenc Ferdinánd 1914-es halálával, illetve Ferenc József 1916-os halálával Károly lett Ausztria császára és Magyarország királya. Uralkodása végén összeveszett Clemenceau francia miniszterelnökkel, II. Vilmos francia császárral és a birodalmi külügyminiszterrel, Czernin gróffal. Ezek után 1918. november 11-én lemondatták és vágták. De 1921-ben visszatért. Horthy Miklós kormányzótól többször is kérte vissza a hatalmat, ő azonban mindig megtagadta. Október 23-án ütköztek meg Budaörsön, de Károly csapata alul maradt. Ezután a Madeira szigetekre vitték, ahol 1921-ben spanyol nátában hunyt.